Dinamikusan fejlődik a kisgáti városrész is, amelynek beépítése 20 éve kezdődött. Nem egy társasház áll itt, és az utóbbi időben több vállalkozás is ideépült. Az elmúlt két évtizedben Kaposváron 28 000-re emelkedett a gépjárművek száma, így érthető módon ezen a területen is megnőtt a forgalom. Éppen ezért a városvezetés úgy döntött, hogy északirányba lakóterületekkel bővítik ezt a városrészt, és leaszfaltoznak egy utat. Több lakó is már jelezte korábban, hogy nagy könnyebbség lenne, különösen a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, ha másik oldalról is meg lehetne közelíteni ezt az útszakaszt. Ahogy láthatjuk a mögöttünk lévő útszakaszt, az életben már használják, viszont ugye az esős időszakban nem lehet nagyon ezt az útszakaszt használni, így ennek a leaszfaltozása, ennek a teljes körű megcsinálása, ez egy nagy könnyebbséget jelent a városrész megközelítése szempontjából. Az út megépítéséhez szükséges területet az önkormányzat már megvásárolta, és elkészült a kiviteli terv is. Hamarosan a közbeszerzési eljárás is megindul. Egy másik utcát fogunk megnyitni a kisgáti városrészbe, ahol közvetlen összeköttetést tudunk létesíteni befelé is, és kifelé is a Guba Sándor utcával. Ez a tervünk már másfél éves. Az új út a Rege utcától a Guba Sándor utcáig tart majd, és az nagyon jelentősen le fogja venni a forgalmat, ki a 48-asra az Ondvezér utcából, mert az megy ki. Az út teljes hossza 274 méter lesz. Mellette járda halad majd el, kiépítik a közvilágítást, akár csak a csapadékvíz elvezető csatornákat. A leaszfaltozott út egy csomó ponttal fog csatlakozni a Guba Sándor utcához.